Don't do anything stupid till I get back. How can I? You're taking all the stupid with you. Miközben a negyedik fázis döcögve fejlődik, a Marvel Studios végre előállt a Multiverzum Sagának nevezett új sztori menetrendjével. Akár a Végtelen Saga, úgy ez is 3 fázison keresztül mesél el egy nagy történetet, ami 2 bosszúállók filmben csúcsosodik ki. A Végtelen Saga páratlan, hatalmas sikere miatt nagy most a nyomás a Marvelen, hogy egy hasonlót virítson. Bár bőven van ütős főgonosz a láthatáron, az ikonikus hőscsapat és egy jól fókuszált tematika még hiányoznak, így a Multiverzum Saga már most lemaradásban van a Végtelen Sagához képest. Ezért felvetődik a kérdés, hogy be tudja elhozni ezt a hátrányt. Doesn't matter what you did, what you were. If you go out there, you fight, and you fight to kill. Staying here, you're good. I'll send your brother to come find you, but if you step out that door, you are an Avenger. Az MCU negyedik fázisa 7 filmből, 8 sorozatból és 2 ünnepi különkiadásból áll, úgyhogy az eddigi legtöbb sztorit kapjuk egy etapon belül, de talán ez túl sok is a jóból. A negyedik fázissal az alapvető baj, hogy nincs egy koherens filmek és sorozatok felett álló átfogó története. Az Örökkévalókban egy égi majdnem kiemelkedett a földből, a Holdlovakban pedig egy egyiptomi istenséget győztek le, de ezek tanulsága nem volt más, mint az, hogy a földön él pár óriási szörny, ami alig várja, hogy kiírtsa az emberiséget, de nem igazán kapcsolódtak egymáshoz vagy a nagy történethez. Persze Kevin a Comic-Conon tisztázta, hogy a Multiverzum Saga a 6. fázisban, a bosszúállók a Kang dinasztiában és a bosszúállók titkos háborúban fog tetőzni, de a jelenleg is futó sztorikban alig vannak nyomok, melyek ebbe az irányba mutatnak. Rendben, már az első fázisban az elejétől kezdve sem minden a Végtelen Saga felé kalauzolt minket. Az első MCU filmek nagyrészt önálló történeteket meséltek el, sok stáblista utáni jelenet és utólagos kiigazítás kellett, hogy Thanos színre léphessen a végtelen kövekkel. Fine. Ám ne feledjük, hogy az első fázis felvezetett egy hőscsapatot, amiért szoríthattunk. A Végtelen Saga legalább annyira szólt Vasember, Hulk, Thor, Amerika Kapitány, Sólyomszem és Fekete Özvegy kalandjairól, mint a szivárvány színeiben pompázó kövekről. A Marvel sikeresen épített fel mindent úgy, hogy természetes fejlődésnek érződjön, ahogy eljutunk a hősök önálló filmjeitől a csapatfilmekig, melyek apránként felvezették Thanost, a végtelen köveket és így tovább. Még ha Feigiek nem is tudták pontosan, hogyan jutnak el oda, nyilvánvaló volt az elejétől kezdve, hogy minden egy nagy esemény felé tart, a csatához Thanos ellen, aki a végtelen kesztyűt viseli. Emiatt különbözik nagyon a negyedik fázis a korábbiaktól. Eddig persze sok régi és új karakter bukkant fel, nagy levegő, WandaVizió, Fekete Özvegy, Amerika Kapitány, a Tél katonája, Loki, Holdlovak, Pókember, Dr. Strange, az Örökkévalók, Shang-Chi, Thor és Miss Marvel, de leszámítva azt a pár alkalmat, amikor néhányuk találkozott, mint Pókember és Strange a Nincs hazaútban, vagy Wanda és Strange a Dr. Strange az Őrület multiverzumában. Ezek a figurák pontosan annyira izoláltak maradtak, mint amennyire a negyedik fázis elején voltak. A filmek jellemzően legfeljebb bevezettek újoncokat, például az Örökkévalók Fekete Lovagot és Pengét, de egyrészt még nem látszik miért. Másrészt nem kerültek közelebb egymáshoz a karakterek, mint például az első fázis táblistás jeleneteiben, mondjuk a hihetetlen Hulk végén, ahol feltűnt Tony Stark, hogy felajánlja a segítségét Hulknak. Az első fázis egy nagy csapatos filmmel zárult, amelyben több kapcsolat is kialakult, amelyek az MCU legjobb sztoriainak gerincét képezték, elég csak Tony Stark és Steve Rogers rivalizálására és barátságára gondolni. Ellenben a negyedik fázis a Fekete Párduc 2-vel fog véget érni, amit bár nagyon várunk, de feltételezzük, hogy nem ez fogja egyesíteni az eddigi sztorik hőseit, hova tovább nem ez ágyaz majd meg a titkos háborúnak. Ha a Multiverzum Sagával a Végtelen Saga nyomába akarnak érni, Feigieknak meg kell mutatnia, hogyan kötődnek egymáshoz ezek a hősök, és persze kell egy csapat, amiért szoríthatunk. You're not supposed to be bothering me on my holiday time, Valentina. Oh, bothering you? Oh, no. I'm just here paying my respects. You know, coming here makes you look desperate. Habár a Multiverzum Saga egyelőre nem vonultatott fel erős hőscsapatot, gonosztevők frontján nagyon is sokat ígér. Kang a hódító és a Thunderbolts egyaránt ígéretesnek tűnnek, és sokféle olyan karakterrel kecsegtetnek, amelyekért a rajongók izgulhatnak. Jonathan Majors Kangjével először a Loki első évadának fináléjában találkozhatunk a negatív hős variánsaként, méghozzá a megmaradó néven. Wow. Wow. Ennek a figurának a halála szabadította el a Marvel legjobb gonosztevőit, illetve a bosszúállók legveszélyesebb ellenfelét, Kanget a Hódítót. Miként az MCU Thanos jelenése a 2012-es bosszúállók stáblista utáni jelenetében nyilvánvalóvá tette, hogy a Végtelen Saga adaptációjára számíthatunk a továbbiakban, úgy a Loki fináléjában Kang szobra az idővariációs hatóságnál egy időutazós hőseposzt vetít előre. A Comic-Con óta tudjuk, hogy a 6. fázis egyik kulcsfilmje a Kang dinasztia lesz, ami az egyik leghírhettebb sztorit dolgozza fel a képregényekből, valamint jön a Titkos háború is, sőt Kang főgonosz lesz a hangyaérse a darás Kvantumániában is. Thanos és Kang a bosszúállók sztorik legjobb főgonoszai, viszont Kang nagy ütőkártyája lehet a Multiverzum Sagának egyszerűen azért, mert bizonyos szempontból sokkal nagyobb fenyegetést jelent, mint Thanos. Az őrült titán az egész életét feltette arra, hogy rövid időre istenné váljon, megvalósítsa ördögi tervét, de mint láttuk, végső soron ő is csak egy halandó, végeztek is vele kétszer. Kang viszont egy időutazó hadúr, aki a jelent, a múltat és a jövőt a személyes birodalma részének tekintés, a valaha látott leghalálosabb fegyvereket mozgósítja az idő kezdetétől a távoli jövőig. Alapvetően ő az időistene. Nem elhanyagolható tényező, hogy Kangnek számtalan variánsa van, úgyhogy mint a megmaradó figyelmeztetett, hiába ölnek meg egyet, már is másik lép a helyébe. A bosszúállók mindent kockára tettek, hogy az utóbbi időben visszautazva legyőzzék Thanost, ám ez Kang számára csak átmeneti zavart jelentene. A 4. fázis már most sokkal erősebb gonosztevők terén, mint az első fázis volt. Thanos előkészítése persze tökéletesre sikerült, de évek teltek el, amíg végre érdemi időt tölthetünk el vele, hogy megismerjük és megértsük valódi motivációit. Kang esetében a Marvel stratégiát váltott, azaz nem szőrözött sokat a felkonferálásával. A Lokiban láthattuk az MCU egyik legegyedibb és legjelentősebb gonosztevőjét megnyilvánulni. A megmaradó felvázolta, miért is jelent borzalmas fenyegetést a legveszélyesebb variánsa. Nem kell sokat várnunk, hogy lássuk őt a Kvantumániában, amelyben valószínűleg még közelebbről megismerjük a háttérsztoriát és gonoszságait, valamint megtudjuk, miért kell, hogy újra összeálljanak ellene a bosszúállók. A Marvel hosszú távra tervez Kang-el, a Hódítóval, és bizony pont így kell eljárni egy ilyen kaliberű főgonosszal. Kang nagy terve valószínűleg a bosszúállók a Kang dinasztiában fog kibontakozni. Ha a Marvel tartja magát a képregényekhez, Kang ebben leigázza a Földet. Még ha ebből lehetne egy hasonló két részre bontott eposzt is csinálni a Végtelen háború és a végjáték mintájára, a Multiverzum Saga ennél többet ígér, mint hogy a bosszúállók 6 a Titkos háború lesz, ami saját jogon is egy grandiózus történet, amelyben, ha követik a képregényeket, elpusztul a multiverzum, a romokból, alternatív valóság szilánkokból pedig összeáll a Battleworld. Ennek ura a modern Titkos háború képregényben Dr. Doom a legfőbb gonosz. Érdemes észben tartani, hogy a 6. fázist a Fantasztikus 4-es nyitja meg, amiben színre léphet Doom, így a hősöket a bosszúállók 5-6-ig nem egy, hanem egyenesen két kimagasló Marvel gonosztevő fenyegetheti, akik bizonyára összeállnak és el is árulják egymást, hogy minden létező urai legyenek. Nem akarjuk lealacsonyítani Thanos, de a Multiverzum Saga Kang és Doom párosával nem csak utolérheti, de könnyen le is körözheti a Végtelen Sagát. Egyetlen probléma Kang felvezetésével az, hogy ez gyakorlatilag a semmi közepén ejtették meg az alkotók, téren és időn kívül, ami azt jelenti, hogy a földhősei jelenleg nem igazán tudnak a létezéséről. Arról már volt szó, hogy az új bosszúállók még nem álltak össze az MCU-ban, a Kvantumánia pedig már közel van, de egy darabig még várnunk kell arra, hogy Kang összeakassza a bajuszt hangyáékkal. Így bár elégedettek vagyunk azzal, hogy mennyi Kanget kapunk, ez a fajta megközelítés megakadályozza, hogy fenyegetése a hősökre nézve kezdettől fogva igazán személyes és testközeli legyen. Loki kivétel, de ő minden pozitív fejlődés ellenére továbbra is antihős, nem bosszúálló, még ha amúgy határozottan szemben is áll Kanggel. Ha már az antihősöket emlegettük, akkor tudatosítsuk azt is, hogy az 5. fázis a Thunderbolts-szal zárul majd. Míg a Végtelen Sagában Nick Fury azért dolgozott, hogy összeálljon a bosszúállók, addig Valentina Allegra de Fontaine, azaz a grófnő, Fury gonosz megfelelője lehetne, mivel a Multiverzum Saga több sztoriában is feltűnt már, és bizony ő is toboroz. A bukott kapitányt és az új Fekete Özvegyet jelen a belovát már megkörnyékezte. Mindketten antihősök, és mindkettőnek elkezdett kibontakozni a sztoria, ami tovább szőve izgalmas dolgok alakulhatnak ki a jövőben. Habár a 6. fázisig nem kapunk új bosszúállók filmet, a Thunderbolts formájában mégis jön egy hosszan érlelt hőscsapatfilm az 5. fázis végén. Igaz, ez inkább egyfajta sötét bosszúállók lesz. A kortárs képregényekben ez a formáció a DC öngyilkos osztagának a megfelelője, antihősökből és gonosztevőkből áll, akiket a kormány a világ megmentésére küld. Lehetséges, hogy a Marvel azért is tolt el az új bosszúállókat ilyen későre, mert először a Thunderboltsnak kell tündökölnie. Így mire a bosszúállók megmutatják magukat, a világ már egy rossz fiúkból és lányokból álló csapat adósa lesz. Ezért nem lesz elég legyőzni a főgonoszt, meg kell mutatni, hogy a Földnek továbbra is a bosszúállókra van szüksége. Ez egy elég izgalmas felállás lenne sok-sok drámával. Ha a Marvel ezen az úton halad, akkor bizonyos mértékig érthető, miért így vette kezdetét a Multiverzum Saga. Szóval mi úgy véljük, hogy bár a Multiverzum Saga egy kis lemaradásban van, megvan benne a potenciál, hogy valami grandiózussá érjen. Szerintetek sikerül elérnie, sőt túlszárnyalni a Végtelen Sagát? Írjátok meg nekünk kommentben, és ha tetszett a videó, akkor csekkoljátok a Titkos háborúról készült anyagunkat, no meg azt, amiben azt fejtegetjük, kikből áll majd össze az új bosszúállók. Sziasztok!